Egy Fillaki és egy Lagenfurt elleni hazai vereség után készült javítani 2024 első mérkőzésén a Hidrofehérvár AV19, és mert listavezetőként fogadta a tizedik helyen álló Ljubjanát, erre minden esélye meg is volt. De az osztrák ligában sem a papírforma alapján hirdetnek eredményt, ez már az első harmadban látszott, amikor több volán helyzet közepette a vendégek szereztek vezetést a nyolcadik percben, Gok értékesítette Zajc gólpasszát. A továbbiakban is minden lehetőség megvolt az éve első fehérvári góljára, de hol a kapus, hol a kapuvas megmentette a szlovén csapatot. Az ember előnyeivel sem élt a Fehérvár, és ez a második, harmad, hetedik percében újfen megbosszulta magát, amikor Makovec megduplázta az olimpia előnyét. A harmad végén aztán végre kiünnepelhette magát a fehérvári közönség, mert Stipsic addig tartogatta a korongot, míg végül a hosszú sarokba zúdította. Ez volt 2024 első volángója, ráadásul több mint két meccsnyi játékidő után talált be ismét a listavezető. A harmadik harmad viszont nem hozta meg a remélt fordítást, sőt miután annak első felében hiába próbálkozott a Fehérvár, a végén meglepően simává tette győzelmét a Ljubjana. Az 50. percben született meg Gok második, a vendégek harmadik gólya, amit kevesebb, mint egy perc múlva már követett is a negyedik, Simsics révén. Eldőlt a meccs, de a kínokat tetézve még Vodlán is bevette Horváth Dominik kapuját. 5-1-es hazai veresége rosszul kezdte tehát az évet a volán, de továbbra is első helyen áll és szerdán Bécsben bizonyíthatja, hogy ez a helyezés nem a véletlen műve.